parkfenntartásról és sok minden másról is lesz szó a most következő háttérben, amelynek vendége Pozsonyi Edina főkertész. Köszöntöm a kedves nézőket és köszöntöm a stúdió vendégét is. Kezi csokolom. Jó estét kívánok, én is üdvözlöm a kedves tévénézőket. Hát akkor parkfenntartás. Kezdjük ezzel. Mennyi feladatot rótt önökre, mennyi gondot okozott? Nem igazán volt csapadékos ez a nyár. Igen, az egész nyár folyamán gyakorlatilag küzdöttünk a csapadékhiánnyal. Ez azt jelentette nálunk, hogy rengeteget kellett öntöznünk akár napi szinten. Így visszatekintve az elmúlt időszakra, tehát körülbelül azért több száz köbméter vizet locsoltunk ki a közterületeinkre. Ez jelenti ugye a virágágyásokat, sok esetben a sövényeinket is öntöztük, illetve a fiatal ültetésű fáknak volt fontos, hogy ilyenkor is megkapják azt a mennyiségű vizet, amire őnekik szükségük van. Elmúlt évekből nem emlékszik ilyen időre, hogy ilyen szempontból ennyi gondoskodást igényeltek volna a közterületek? Hát úgy gondoltuk, hogy már a tavalyi év is nagyon nehéz, és ez nehezen megy, és most szembesültünk vele, hogy még attól is van nehezebb. A 2022-es év az még nehezebb volt ebből a szempontból igazából. Sajnos jó pár növényt elvesztettünk annak ellenére, hogy küzdöttünk a öntözéssel, hogy megfelelően pótoljuk a vízmennyiséget. Érintette a növényállomány jó részét, akár a sövényeket tekintve, néhány fafajta is kezd eltűnni a városból, leginkább a nyírfákat érintette nehezen ez az aszályos időszak. Azt szerintem nagyon sokan látják a városban, hogy van jó pár kiszáradt nyírfa. Ezt az ősz-tél folyamán el fogjuk őket távolítani, kivágjuk, és majd igyekszünk pótolni is ezeket a fákat. Még két mondat a park fenntartásról. Most ilyen szempontból vannak-e és milyen feladataik? Hát, hogyha elindultunk ugye a kiszáradt fáktól, akkor jussunk el igazából a fásításig. Úgy gondolom, az elmúlt két hétben megkezdtük a városi fásítást. Elsősorban a Bercsényi utcát érintette. Ott 37 darab fényes levelű galagonya került elültetésre. Ezen kívül a Körösi úton, a Népkör utcában és a Kárpáti Aurél utcában is pótlásra kerültek a korábbi években kiszáradt galagonyák. Ott 16 darabot érintett, így most ez az etap ez igazából 53 fa ültetéséből állt, de itt még nincs vége. Hát lesz folytatás. Lesz folytatás, jelenleg is folynak az egyeztetések a faiskolával, hogy milyen fát tudnak a számunkra biztosítani, mert ugye nekünk van mindig egy elképzelésünk, hogy hova mit szeretnénk ültetni, de nagyban a készlet is meghatározza ezeket az elképzeléseket igazából. Terveink szerint még az ősz vége fele egy olyan 80-100 darab fa kerül elültetésre a város több pontján. Ez elsősorban a pótlásokat jelenti még mindig, mert minden évben van sajnos az, hogy elveszítünk facsemetét, annak ellenére, hogy próbálunk gondoskodni, de ez benne van. Ezeket szeretnénk először is kipótolni, és akkor gondolkodunk olyanban is, hogy új helyszínekre új fasort kialakítani éppen. Játszóterek és ezzel kapcsolatos feladatok a legutóbbi beszélgetésünk alkalmával arról szólt, hogy kerítések épülnek, sőt akkor már lehet, hogy folyamatban is volt. Elkészültek? Igen, elkészültek. 6 játszóteret érintette a Gubadi Parkban található játszóteret, a Szolnoki úti lakótelepen található játszóteret, érintette a Nefelejts utcában található játszóteret, illetőleg a Boróka játszótérként elhíresült játszótér, ami a Kossuth-Ferenc utca 44 lakótelepen található, és a Kossuth-Ferenc utca 50-nél is van egy ilyen játszótér. Ez a 6 játszótér kapott teljesen új kerítést. Itt még voltak utána feladatok is ezzel a kerítéssel, ugye meg kellett minden bejáratnál csinálni a biztonsági ajtóreteszeket, hogy a kisgyerekek ugye ne tudjanak kimenni csak olyan egyszerűen egy ajtónyitással, illetőleg most jelenleg még zajlik az összes bejárathoz fel kell, hogy kerüljenek a játszótér használatára vonatkozó különféle tájékoztatók tábla formájában. Ezeket a kollégáim az elkövetkezendő időszakban kihelyezik. Játszóterekkel kapcsolatos további feladatok? Igen. Karbantartás, játszóeszközök, homokozó karbantartás. Igen, örömmel
tudhatom most már magam mögött, hogy a Szolnoki úti lakótelep játszóterére kikerült egy új homokozó. Emellett a Szálás utcai játszótéren pedig a kicsit leromlott állapotban lévő homokozót sikerült megújítanunk. Ez mind a kettő elkészült. Illetőleg még az is fontos momentum volt a nyár végén, hogy átesett az összes játszótéri eszközünk egy átfogó ellenőrzésen. Ugyanis van egy kormányrendelet, ami a játszóeszközök biztonságosságára vonatkozik. Ennek alapján 3 évente az összes játszóeszközt ellenőrzésen kell ellenőriztetni kell gyakorlatilag. Ennek tettünk mi most eleget, és öröm volt számunkra, hogy gyakorlatilag elég jól szerepeltek a játszóeszközök. Az ellenőrtől azt a tájékoztatást kaptuk gyakorlatilag, hogy teljesen jók ezek a játszóeszközök, amik a városban találhatóak. Csupán kisebb apróságok, apró hibák kerültek felszínre. Ez elsősorban az ütéscsillapító felületek nem megfelelő marosi homokréteg vastagságát jelenti. Ezeket az elkövetkezendő hetekben fogjuk pótolni. És itt ezt meg is jegyezném, hogy ez köszönhető sok esetben annak, hogy a gyermekek ezt az ütéscsillapító felületet homokozónak vélik, és homokozó módjára játszanak benne, és ugye az ütéscsillapító felületen kívül landol ez a marosi homok. Innen adódik a hiány, de ezt most mi az elkövetkezendőkben pótolni fogjuk. Egy kisebb fajta jubileumot ünnepel tulajdonképpen a Fólia program, hiszen 2017 óta, azaz 5 éve létezik. Létezni fog a jövőben is terveik szerint? Hát ez a belügyminisztériumnak köszönhető igazából, mert a közmunkaprogramra épülő program ez gyakorlatilag. Évente 2-szer történik ebben a Fólia sátorban növénytermesztés. Van a téli-tavaszi időszak, amikor az ennyárjakat termeljük meg, és most az augusztus végi időszak és a szeptember, amikor pedig a kétnyári palántákat neveljük gyakorlatilag. Augusztus végén érkezett meg a 10 000 kétnyári palánta gyakorlatilag, ez zömében árvácskát jelent, és egy kis mennyiségben 100-szor szépet is nevelünk. Ezt akkor, amikor megérkezik ez a pici palánta, 2 nap alatt a kollégáim elpoharazzák, ugye egy nagyobb pohárba ültetik, és innentől kezdve indul magának a palántáknak a nevelése. Ez elsősorban napi szinten az öntözést jelenti. Most szerencsére az időjárás kedvez nekik, mert a hűvösebb időt kedvelik. Ellenkező esetben, hogyha nem lenne elég hűvös, akkor párásítanunk kellene rájuk. De erre most nincs szükség. Illetőleg még a felkészülési folyamat során a Fólia sátorra egy raselháló is felkerült az árnyékolás véget gyakorlatilag. Az öntözés mellett persze kell tápoldatozni őket, és növényvédelem is jár nekik, ugyanis a gombásodásra nagyon hajlamosak ezek a kis palánták. Hol tart most a környezetszépítési program? Zárásképpen arra kérem, hogy erről szól meg velünk néhány gondolatot, mondatot. Hát gyakorlatilag a véghajrában vagyunk. A mi parkunk, mi kertünk rajzpályázatra beérkezett alkotások a múlt hét pénteken online kiállítás formájában kikerültek a várvag.hu weboldalra. Ott minden érdeklődő és pályázó megtekintheti ezeket a rajzokat, ami nem csupán egy rajzkiállítás, hanem társul hozzá egy közönségszavazás is. Itt lehet egészen október 9-én éjfélig szavazatokat leadni az alkotásokra. Azt mindenki el tudja olvasni ezen a felületen, hogy mik a szavazásnak a kritériumai, de nagy vonalakban annyi, hogy egy számítógépről egyszer lehet szavazatot leadni.
meg három alkotásra lehet egyszerre szavazni gyakorlatilag, de akit érdekel, ez majd utána jár. Itt várjuk igazából, hogy minél több szavazat érkezzen az alkotásokra, mert ennek függvényében az első helyezett, vagy a legtöbb szavazatot elért alkotásokat külön díjban fogjuk részesíteni. Emellett megtörtént a rajzok zsűrizése is most már, de a rajzkiállítás és a közönség szavazást követően valamikor sor kerül igazából a díjátadó ünnepségre is. Ugye a rajzok mellett vannak a virágosítási programok is. Elsősorban a társasházi kategóriát és az intézmény kategóriát fogjuk díjazni ez alkalommal, de mi, ahogy jártuk a várost, jártuk a közterületeket, az utcafrontokat, kiválasztottunk legvirágosabb utcát idén, legvirágosabb vendéglátóhelyet, legvirágosabb üzletet, legvirágosabb balkont és legvirágosabb családi ház előtti közterületet is. Ők majd egy-egy tűzzománctáblát fognak ezen a díjátadó ünnepségen kapni igazából. Pozsonyi Édina, köszönöm szépen önnek. Jó munkát! Köszönöm. Jöjjön máskor is! Kedves nézők, ez volt a háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!